Tegyünk rendet Kőbánya Kispesten. Több mint egy éve kezdtük el nekünk Számít a véleményed című kampányunkat Kőbánya és Kispest területén. Ez alatt az idő alatt több százan töltötték ki hívünket, és árulták el, mit tartanak legfőbb problémának a választókerületben. Statisztikát készítettünk, majd annak megfelelően megalkottuk helyi programpontjainkat is. Tegyünk rendet Kőbánya Kispesten. Legégető problémaként kerületünkben a közbiztonság hiányát és a közveszélyes hajléktalanok számának drasztikus növekedését emelték ki a lakosok. A tisztességes magyarok védelménél semmi sem lehet fontosabb számunkra. Ezért célunk, hogy növeljük a közbiztonságot és megoldjuk a hajléktalan kérdést. Az utak és a villamos hálózat rossz állapota is sokakat zavar. Azonnali korszerűsítést követelünk. Végül pedig a zöldövezetek megóvását tartották legfontosabbnak a lakosok, a beépítésekkel szemben, ezért helyi programunkban kihangsúlyozzuk, hogy számunkra a természetvédelem alap. A szemetelőket és állatkínzókat szigorúbban büntetnénk, míg a szabadban eltöltött családi napoknak és sporteseményeknek nagyobb szerepet szánnánk a jövőben. A helyi lakosok igényeit figyelembe véve alkottuk tehát meg helyi programunkat, azonban nem hagyhattuk ki belőle keresztény nemzeti identitásunkat sem. Továbbra is érdeklődve várjuk a 2020-ra ígért Sajó Sándor szobor elkészültét Kőbányán. Rendszerváltást követelünk a kommunista közterület és intézmény nevek tekintetében, és kívánjuk, hogy nemzeti szégyenérzet helyett nemzeti büszkeségre neveljék fiataljainkat. További részletekért pedig látogassanak el YouTube csatornámra, Instagram vagy Facebook oldalamra.